Az érdek és gazdasági viszonyok változása után is sikeres a vadex. Az ország legnagyobb vadfeldolgozója a saját területeken elejtett vadak mellett csak nem 1500 tonna vadat vásárol fel, importál, hogy kész termékekkel jelentkezhessen az európai piacon. Ennek mindegy 60%-a vaddisznó, amit itt most látni, miután vaddisznó szezon van. Egy olyan 40%-a szarvas, 8-9%-a őz, és a maradék az muflon, illetve vadnyúl és fácán. Ezeket a vadakat aztán miután átvettük, kereskedelmi és élelmiszeregészségügyi szempontból minősítettük, utána hozzuk a termelésbe, és daraboljuk fel a piaci igényeknek megfelelően. Az összhang elsődleges. A természetvédelem mindig is fontos volt a Sárvízvölgyében. Nem véletlen, hogy évről évre több ezer diák nézi meg a reprezentatív kiállítás Soponyán. Érdekünk egyforma a kinti emberekkel, természetvédőkkel vagy gazdálkodókkal. Hát mi ezt az értéket ugye nehezen, de mindenképpen fokozatosan őrizzük. A természetvédelmi kollégákkal, akik a terület kezelik, nagyon jó kapcsolataink vannak, ugye én a mezőri kollégákkal is, tehát közös érdekünk a természetvédelemnek a védelme. Az ökoturizmus egyik hazai felségterületének folyamatos fejlődése jól példázza. A természetvédelem és a korszerű vadgazdálkodás jól megfér egymással.